Akkor 2011. január 10-én vagyunk, Orgoványon, az Orgoványi Digitális Gimnázium első félévi vizsgáján. Láttunk erről az osztályról egy filmet évelején, ezt bemutattuk az Apertus konferencián is, nagy sikerrel, úgyhogy ismerik önöket. Tudják, hogy Magyarországon először próbálkoznak ilyen módon érettségi vizsgához jutni a távoktatás keretében. Szeretném megkérni Kovács Andra igazgatóasszonyt, hogy röviden nyissa meg a vizsgát, és mutassa be az elnökasszonyt is. Köszönöm szépen az osztályfőnök úr, és köszönöm a szavát. Szeretettel köszönöm a Orgoványi csoportot, és köreinkben Vardáni Lengyel Adrián elnöknő, Kecskemétről érkezett. Tulajdonképpen feladata az, hogy minden jót leírjon a diákjainkról, leírjon erről a lelkes orgoványi csoportról. Köszönöm szépen a fél éves munkájukat, illetve türelmüket, amennyivel később tudták megkezdeni a tanulást az ITAK felületen. A kimutatásokból látom, hogy ez az osztály nagyon sok értékes, szorgalmas diákból áll, és remélem, hogy ők, ha jó belejönnek az egész módszerbe, mert itt az a lényeg, hogy az emberek a tanulási módszerbe előbb-utóbb profi legyen, akkor ugye tudnak segíteni azoknak, akiknek ez egy kicsit gyengébben vagy lassabban halad. Biztos, hogy az egész fél évnek és a vizsgáknak, írásban és szakmai vizsgáknak is minden tanulóban meg lesznek a tapasztalatai, és szeretném majd önöket arra kérni, hogy ezt osszák meg a osztályfőnökükkel és a mentorukkal, a következő fél évet még eredményesebben csinálhassuk. Tehát kérnék rá mindenkit, hogy nyitott szemmel és odaadó lélekkel vegyen ebben részt, hogy aztán javíthassuk ennek esetleg a hiányosságait és hibáit. Tanárul azért készíti el az Apertus közalapítványnak erről a vizsgáról is keresztmetszetét, hogy ők is lássák azokat a tapasztalatokat, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az egész rendszer mind a tanulási folyamatra irányuló tananyagokat, vagy egyáltalán az ITAK rendszernek a hiányosságait, hibáit meg tudják javítani. Elnökre akkor. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket ezen a vizsgán. Hát először is engedjék meg, hogy gratuláljak, hogy bevállalták úgymond ezt az érettségihez vezető, úgy gondolom, hogy nagyon kemény utat. Gondolom, illetve ahogy beleolvastam az angol kis bemutatkozásokba, hogy azért nem olyan könnyű önöknek, mint a nappali tagozatos gimnazistáknak. Ugye többeknek már gyermekei vannak, dolgozni kell, pénzt is kellene keresni, és emellett tanulni, én úgy gondolom, hogy ez sokkal nehezebb, viszont amihez nagyon sok erőt és kitartást kívánok, az, hogy majd ezt fejezzék is be, tehát hogy ne nagyon mózsolódjanak, egy kis sikertelenség ne vegye el a kedvüket, gondoljanak arra, hogy mennyivel jobb lesz már az önök gyermekeinek, hogy esetleg tudnak segíteni majd nekik, és mindjárt más lesz a hozzáállásuk a gyermekei tanulásához. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy jó kezdeményezés, és ehhez tényleg nagyon sok kitartást, erőt és minden jót kívánok, amit emberileg lehetséges. Átadtuk a virágokat, és akkor én most ismertetem a vizsga menetét. Kezdem a legfontosabbal, itt van a büfé. Jó? Kávé, csokoládé, narancs. Valaki mondta, hogy nagyon szűk a gyomra, nem tud enni. Nem kell annyira izgulni, úgyhogy használják nyugodtan. Egy ember bejön, ideül ehhez a laptophoz, és megkapja a kérdést. Be kell jelentkeznie mindenkinek, és utána aztán én fogom vezetni a kérdéseimmel a vizsgát. Az ITAK rendszerében fogunk barangolni, mind történelemből, mind magyarból. Miután valaki befejezte a vizsgáját, kijelentkezik, és egy rövid szóval értékelés kap rögtön.
Az egészről pedig a vizsga végén fogunk beszélni, szeretném, ha összevárnánk egymást. Pörgős lesz, gyors lesz, tehát önök is frissen és bátran vizsgázzanak és bízzanak mindabba, amiről a fél év óráin, például az osztályfőnöki órákon is beszéltünk, hogy önök erre képesek, és nagyon jól meg tudják ezt a dolgot csinálni. Tisztában vagyunk vele, hogy nem mindenki egyformán tudott fölkészülni, mert nem mindenkinek egyformák a lehetőségei erre. Van, aki csak itt az iskolába tudott internethez jutni, a szolgálati ponton, és gyerekek munka miatt kevesebbet tudott bejárni. Mindent figyelembe veszünk, mindent értékelünk, tehát ha szabad így kifejezem magam, ez egy rendkívül támogató jellegű vizsga lesz, abban igyekszik támogatni önöket, hogy önbizalommal fogjanak a következő fél évhez. Sok sikert mindannyiuknak, és akkor a várakozó terembe fáradjanak át, az első vizsgázó pedig fáradjon ide a vizsgahelyre. Anitát már ismerjük, sőt az egész apertuszos társadalom ismeri, mert hogy ő volt az első próbavizsgázó azonnal a filmen. És akkor most nézzük meg a valódi vizsgáját. Menjünk el Athénba, és nézzük meg, hogy a Kleisztenész reformjai hogyan alakították át az athéni államot. Úgy van. Úgy van. Nagyon jó helyen jár. Úgy van. Nagy kazalból kell itt kibányásznia. Igen, na most ugye maga most Spártánál van, és akkor nagyon ügyesen tovább lép, ez még mindig Spárta, ugye spártai életmód. És akkor... Athén. Ez már Athén. És... Igen. És akkor menjünk egész a Kleisztenészi. Igen. Na, az ott mit láttunk a Szólón? Szólón, igen. Athéni társadalom, Szólón idején. Így van. És akkor nyilván a következő... Következő oldalra. Oldal lesz az. Igen. Igen. Igen, itt van Kleisztenész. Nagyon ügyes. Na, hát örülök, hogy ezt megtalálta. És ott talál, lát egy ábrát, menjünk az ábrához. Na, ezt az ábrát kerestük mi. Tehát az athéni állam működésének a fő szereplőit mutassa be nekünk. Például ott, ahol az egér van most pontosan. Népgyűlés. Ki lehetett a tagja? Szabad athéni polgárok. A férfiak, igen. Nők is? Nem. Így van, ez csak a férfiakra vonatkozott. 9 arkóni fő. Arkón. Arkón fő. A stratégoszok ők. Ötszáz főből állt a tanács tagjai. Igen. Ezt úgy tudom, hogy fel is emelték 500 főre, mert nem ennyi volt. Így van. És őket sorsolás útján döntötték el, hogy kik legyenek. És volt a bíróság. Jó. A legfőbb hatalom kinek a kezébe van, melyik szerpnek a kezébe van itt? Igen, ott pont ott van az egér. Nem menjen tovább. Demokrácia, teljes népi, tehát
a népen dönthettek, beleszólhattak. Jó. Demokráciának hívjuk. Jó? Lentebb? Kicsit. Vigyük lentebb a... És ott van Plutarchosz ír a cserépszavazásról. Elolvasta ezt a forrást? Igen, a cserépszavazásról döntötték el, hogy ki mellé állnak, kire szavaznak, és aki nem tetszett nekik, azt akár ki is üzhették a témból. Igen, ezt száműzhették a témból. Jó, menjünk tovább, húzzuk lentebb. Jó, és jó, készen is vagyunk, akkor ezzel itt már nincsen több nézni való. Kész vagyunk a történelemmel.